Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelettel üdvözlöm Önöket, én Ifja Bertény Iván vagyok, a Bécsi Kollégium Hungaricum keretei között működő Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, és a mai online műsorunknak a témája a régi idők focia, és ugye azért választottuk ezt a témát és ezt a filmet most júniusra, hiszen nem sokára kezdődik a Futball Európa bajnokság, és ha a beszélgetésnek szeglemikusan nem is elsősorban a futball történelem, és különösen nem a mostani futball esélyeink lesz a témája, de mindenképpen fontos beszélnünk szerintem egy történelmi filmklub keretei között is arról, ami ahogy a mai életünknek is, ugye a régi életünknek is a része volt, és ez a futball, vagyis hogy milyen volt a régi idők foci, és különösen hogyan lehetett ezt filmen megörökíteni, hogyan zajlott ez ebben a valóban művészi alkotásban. Mielőtt azonban a beszélgetést elkezdenénk, kérem, engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek Seidler Miklóst, bár azt gondolom, hogy az ő bemutatása egy kicsit fölösleges, hiszen az elmúlt havi filmklubban is éppen ő volt véletlenül a vendégünk, amikor IV. Károly visszatérési kísérleteiről beszélgethettünk. De hát ilyen ez a magyar történész szakma, van, aki nagyon sok mindenhez ért, mint például Seidler Miklós, akiért a két világháború közötti diplomácia történethez, ért a modern magyar sport történethez, és még a filmekkel is, a filmtörténettel is foglalkozik, legalábbis a két világháború közötti Magyarországról, vagy a két világháború közötti Magyarországon készült filmekről évek óta tart az ELTÉ-n egy nagyon nagy népszerűségnek örvendő kurzust. Seidler Miklósról a sokoldalúsága mellett annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy a végzettsége is sokoldalú, amennyiben az ELTÉ-n szerzett történész diplomája mellett az akkor még Marx Károly nevét viselő közgazdasági egyetemen nemzetközi kapcsolatokból is szerzett diplomát, és gondolom ez a kettő irányította az első nagy témájához, a diplomácia történethez, ahol talán a legismertebb publikációi is vannak, a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban, a trianoni békét revideálni akaró irredenta, illetve revíziós propaganda különböző megnyilvánulásaival kapcsolatban, de a két világháború közötti magyar külpolitikáról általában is nagyon sok fontos írása van, és nyilván ennek is köszönhette, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanít 1998 óta, illetve ha jól tudom 2014 óta az akkor még a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó Történettudományi Intézetnek is tudományos főmunkatársa. Ha szabad annyi személyes vonatkozást megosztani, hogy 1998-ban az a megtiszteltetés ért engem, mint hallgatót, hogy Miklós első szemináriumának a tagja lehettem, és ez egy nagyon szigorú, kemény, sokat dolgozós, de nagyon színvonalas szeminárium volt, úgyhogy azóta is emlékszem az akkor feldolgozott szövegek közül igen sokra. A mai alkalommal viszont nem a szigorú tanárúrra, hanem a sokoldalú film- és sporttörténészre vagyunk elsősorban kíváncsiak, és ezért azt kérem, Miklós, hogy talán először arról beszéljünk, hogy hogyan is kapcsolódik össze Magyarországon a modern korral a futball története meg a film története. Jól gondolom, ez a kettő nagyjából úgy egyszerre érkezik el Magyarországra. Igen, a 19. század utolsó évtizedéről mondhatjuk azt, hogy akkor kap szervezett kereteket mind a kettő, és azt hiszem, hogy talán érdemes lenne akkor egy prezentációt is megnyitnom, mert ott vázlatpontokba szedtem mindezt. Akkor nézzük is az első diát. Igen, itt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy hát párhuzamos történetek vannak, a mozi és a futballpályának a története többé-kevésbé párhuzamosan zajlik, illetve én vettem magamnak a történészi bátorságot, és ezeket párhuzamossá rendeztem. Az biztos, hogy a 20. század első felének a legnagyobb közönséget vonzó tömegszórakoztatási formája volt a versenysport és a mozi. Azóta ez legfeljebb annyiban változott, hogy mind a kettő átköltözött a televízió képernyőire, vagy az internetre, de a film és a sport az továbbra is betölti ezeket a funkciókat. Hát ugye itt a közelgő futball EB az eléggé magától értetődő, meg hát az is, hogy ugye most már otthonról nézzük a Netflixen, vagy más szolgáltatókon keresztül a filmeket. Minden esetre érdekes módon Magyarországon 1896 volt a nyitó éve
mind az a magyarországi filmnek és a futballnak is, ugye az első filmvetítést 1896 tavasszán tartották, és ugyanebben az évben rendezték meg az első olyan futballmérkőzést, amiről már följegyzés is van. Egyébként egészen biztos, hogy a 80-as évek közepétől kezdve már futballoztak Magyarországon, csak még nem tudjuk, hogy pontosan milyen formában, vagy inkább azt mondhatnám, hogy már nem tudjuk. Mert annak idején a futballnak két változata létezett, akkor a rögbit és a, ugye a mi általunk ismert lábbal rúgott vagy labdarúgást még egy kalap alá vették, és a Magyarországon ez úgy terjedt el, hogy középiskolákban, ahol volt arra elegendő pénz, hogy az angol tanítás, az angol tanárok által legyen működtetve, ők hozták magukkal ezek az első Magyarországra utazó angol tanárok, vagy esetleg kereskedelmi utazók a futballt, és főleg középiskolákban játszották először. Persze ott nem voltak még akkora méretű pályák, nem biztos, hogy a szabályok is olyanok voltak, mint ahogyan azokat ma is ismerjük, de az biztos, hogy a futballal legelőször a középiskolákban lehetett megismerkedni. És aztán a 90-es évek közepétől pedig sportegyesületekben, méghozzá olyan módon, hogy azok a sportolók, akik valamilyen sportot már műveltek, úsztak, tornáztak, atletizáltak vagy birkóztak, azoknak a körében szerveződtek meg az első futballcsapatok. És ez a két közeg, tehát a tinédzsereknek és a sportolóknak a közege volt az, ahonnan a futball elindult a hódító útjára itt a 90-es évek közepén, és néhány év alatt gyakorlatilag a legnépszerűbb sporttá vált Magyarországon. 1901-ben már megszervezték az első osztályú labdarúgó bajnokságot, és attól kezdve már ugye nemzetközi válogatott mérkőzéseket is rendeztek. Úgyhogy a futball, és akkor, hogyha megnézzük itt a jobboldali oszlopot, akkor látjuk, hogy a futball meg is találja lassan a helyét. Először még iskolaudvarokon játsszák, aztán ha sikerül valami rongylabdát szerezni, vagy viszonylag borsos áron 10-20 koronáért, az ugye akkor mai pénzben olyan 10-20 ezer forintnak felelt meg, talán még egy kicsit többnek is. Hogyha összetudtak szedni ennyi pénzt a srácok, akkor kimehettek a rétre, vagy a legelőre futballozni, vagy grundokon, ilyen építési területeken, vagy lebontott házak helyén foghítelkeken rúgták a labdát. És aztán a századfordulón, amikor elindul a bajnokság, akkor épülnek meg az első olyan futballpályák, amelyek már szabványos méretűek, tehát nagyjából 100x60 méter méretűek, ahol már esetleg valami kezdetleges ácsolt lelátó is található, és aztán az 1920-as években pedig már olyan stadionok is vannak, ahol 20 ezer körüli nézőt tudnak leültetni. A három nagy fővárosi csapat, az MTK, az FTC, és a szószoros értelemben nem fővárosi, mert akkor még külvárosnak számított, de az Újpest csapatának volt olyan stadionja, ahol nagyjából 20 ezer néző foglalhatott helyet. És ezzel párhuzamos tulajdonképpen a mozinak a magyarországi története, amelyik először szintén nem rendelkezik még igazi otthonnal, hiszen nem lehet még tudni, hogy ez a kísérlet, ez beválik-e. Az első vetítéseket még kávéházakban tartják. Az oda úgyis betérő közönségnek egy kis extra szórakozással kedveskednek a vendéglősök. Aztán láthatók lesznek filmvetítések a Wursliban, tehát a Városligetben, ahol akkor egyébként a milleniumi ünnepségek is zajlanak. Megépülnek az első sátormozik, amiket nagyjából úgy lehet elképzelni, mint óriási cirkuszi sátrakat. Aztán valamikor, ugye a 10-es évektől kezdve építenek olyan mozikat, amik rendes bérházak, de a földszintjén vagy a pincehelységben már ilyen keskeny vetítőtermek vannak. Ezeket a formájuk miatt csőmozinak is nevezik egyébként, tehát ezek ilyen 20-30 soros, de soronként csak mondjuk 6-8 székes termek. Aztán épülnek már olyan pavilonok, egyszerű épületek, ami kimondottan és csak mozi célra szolgálnak, és az első igazi mozipalota, ami megépül Magyarországon, az a Corvin Filmszínház. 1922. novemberében van az átadása, óriási fölvonulással, Kosztolányi Dezső mondja az avatóbeszédet, több miniszter jelen van az avatáson, két teremben kezdődnek meg a vetítések.
és egyébként tulajdonképpen külsőleg legalábbis az eredeti formájában ismerjük ma is ugyanígy a Corvin mozit. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ha kicsit erőltetve is, de mégiscsak azt látjuk, hogy nagyjából a 19. század végétől a 20. század 20-as éveire jut el odáig a film és a futball is Magyarországon, hogy megtalálja igazán a helyét, és már igazán nagy közönségvonzó szórakoztatásra is tud válni. És ha szabad, talán annyit érdemes mind a kettőhöz hozzátenni, hogy ugye ezek alapvetően városi, sőt nagyvárosi szórakozási időtöltési lehetőségek eleinte, hiszen Budapest a futballnak is a középpontja először, és hát a film is legelőször Budapesten szerez magának híveket, és amikor elindul majd a film gyártás, vagy a film gyártás, ugye annak is az első központja az Budapest lesz, bár például már az első világháború alatt is lesz vidéki vetélytársa, például Kolozsváron, ahol nagyon sok snívós, az akkori színvonalon megfelelő snívós film készül el. Így van, városi műfaj volt, városi szórakozás, de mind a kettőre, tehát a filmre is, és a sportra és a futballra is mondható, hogy azért vidéken is megjelenik, főleg vidéki városokban egyébként, ahol ugye a polgárság, illetve a szervezet munkásság is elkezd egyesületeket alakítani, és nagyon hamar vidéken is ugye a futball lesz az első számú sport igazából. Korábban még a korcsolyázás, torna, esetleg a vívás volt sikeres, de ezt az 1910-es évekre egyszerűen ez a futball hullám, ez elsöpri. Igen, azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk, hogy fővárosi jelenség volt. Hát a filmnél is persze azt tapasztaljuk, hogy a divat persze terjed, és azért a nagyobb városokban már állandó mozik vannak, igazán nagy városokban, Szegeden, Debrecenben, Pécset mondjuk több mozi is üzemelni kezd, és amikor majd a 30-as években a hangos film megjelenik Magyarországon is, akkor a fővároshoz képest egy-két éves rátartással a vidéki városokban is hangos filmvetítésre alkalmas mozik alakulnak. Ez ugye az 1930-as évek legeleje. A futballra visszatérve pedig, az első vidéki csapat, amelyik bajnokságot tud nyerni Magyarországon, az majd az 1940-es években a Nagyvárad lesz. Ugye egy visszacsatolt észak-erdélyi városnak a csapata. Egészen addig a fővárosi csapatok, illetve az Újpest, amit hát tekintsünk Nagy Budapest részének, azok osztoznak a bajnoki címeken. Akkor talán lépek a következő diára, ami viszont már kimondottan a filmmel foglalkozik, tehát azzal a filmalkotással, amiről most beszélünk, amit talán néhányan láttak is most a délutáni vetítésben. Ugye ebben a filmben a futball, mint szenvedély, mint a szenvedélynek a tárgya jelenik meg, és ezzel párhuzamosan a film is, mint a szenvedélynek a tárgya mutatkozik. És van két nagyon furcsa, elég magányos alak a filmben, az egyik Minari Kede, ugye a mosodás, aki a Csaba Gyöngyének a tulajdonosa, és ez a meg nem nevezett nő, aki a stáblistán is, mint cserépkalapos nő szerepel egyébként, kicsit furcsa megnevezéssel, tényleg olyan a kalapja, mint hogyha egy virágcserepet fordítottak volna a hajára. Ők ketten beszélgetnek a szenvedélyükről. De nagyon furcsa, hogy ezek valójában nem dialógusok, amikor beszélgetnek, hanem mindegyik monológot mond. Minarik ugye a futballnak az elveszett szépségeiről, az elveszett értékeiről beszél, arról, hogy a profizmus maga alá gyűri az amatőrizmust, hogy már nem lelkesedésből futballoznak az emberek, hanem pénzért. Az igazi összetartó erőt azt már nem a barátság teremti meg, hanem a pénznek az imádata és a sikernek a hajszolása. És a mozirajongó nő pedig ugye arról beszél, hogy az első nagy filmes generációkat, a nagy filmrendezőket és a filmsztárokat hogyan felejtik el, és amikor ráunnak a nézők egy-egy arcra, akkor hogyan cserélik le őket pillanatokon belül. Úgyhogy akármennyire az 1920-as években járunk még csak, tehát nagyjából negyed százada van futball és film Magyarországon, már nosztalgiáznak a régi idők iránt ugye ez a két szereplő. Persze tudnunk kell, hogy maga a film, tehát a régi idők foci 1973-ban készült, és természetesen a saját hangján beszél, tehát azok a dolgok, amiket itt a
Minariknak és a cserépkalapos nőnek a szájába ad a rendező és a forgatókönyvíró, azok persze a saját nosztalgiáik és a saját csalódásaik és a saját aranykorba való visszavágyásaik, de ezen a két alakon keresztül meg tudják jeleníteni ezt a csalódottságot, ezt a nosztalgiát, ezt a régibe való visszavágyódást. Annyi különbség azért van a két szereplő között, hogy Minariknak még van egy milliője. Ugye őről tudjuk, hogy mosodás, tehát van egy ügyfélköre, vannak barátai, még hogyha ezekből a barátságokból Minarik lassan ki is kopik, de hát ott van Kerényi úr, a dusgazdag mozitulajdonos a filmben, akihez kölcsönért fordul, ott vannak a csapatnak a tagjai, akikkel kölcsönösen rajonganak egymásért, akiket ő a fiainak tekint, és a játékosok pedig egy kicsit úgy tekintenek rá, mint az apjukra. Viszont ennek a mozirajongó nőnek úgy tűnik, hogy nincsen már semmilyen emberi kapcsolata, hanem csak a vászonba tud szerelmesnek lenni, a filmvászonba tud szerelmesnek lenni, és a húsvér emberi kapcsolatait ezek a vetített képek helyettesítik. És hogyha tovább megyünk, hogy a film még hogyan nyúl ehhez a kérdéshez, tehát a film mint médium hogyan nyúl a 1920-as évekhez. Ugye nyilván nagy ötlete a film készítőinek, hogy ha már az 1920-as évekről beszélünk, akkor csináljunk egy olyan filmet, ami az 1920-as éveknek a film nyelvét beszéli. Tehát ez természetesen néma film lesz. Ennek többé-kevésbé fekete-fehérnek kell lennie, majd megnézzük, hogy ezt hogyan oldja meg a film. És ezeket ebből a kiinduló pontból következnek konzekvenciák, amiket majd a játékmódban, a képi világban és a szövegvilágban is alkalmazni kell. A némafilmeknek az egyik jellegzetessége az volt, hogy miután nem volt benne élő beszéd, ezért pösze, racsoló vagy akár teljesen néma embereket is lehetett a filmen megmutatni. A lényeg a külső volt. A külső az egyben definiálta a karaktert is. Tehát egy hősszerelmest az első pillantásra föl kellett ismerni egy némafilmen is, hiszen más eszközökkel nem tudta a némafilm elmondani, hogy milyen típusú az illető. Ugyanúgy egy naívának is azonnal látszódnia kellett, hogy ő egy naíva. Egy végzetasszonyának úgy szintén az arcára, a termetére kellett, hogy írva legyen minden. Emiatt aztán a némafilmes szereplőknek a külseje hordozta a legfontosabb információkat, ahogy látszik, ugye a termetük, a hajszínük, ugye a szőke az mindig egy esendőbb, a sötét hajú az mindig egy erőteljesebb karaktert jelzett, az arcberendezés, a szőrzet, a szereplőknek a mozgása, az öltözéke, az rögtön a nézőt tájékoztatta arról, hogy milyen figurával áll szemben. És az, hogy nem volt a filmekben élő beszéd, tehát a finom árnyalatokat a beszéddel nem lehetett megjeleníteni, az megkövetelte azt, hogy maga a történet az könnyen követhető legyen, tehát ne legyenek benne túlságosan nagy dramaturgiai fordulatok. Hogyha mégis valami nagyon nagy változás történt, akkor ezt egy szöveges inzerttel magyarázták el. Tehát a némafilmben is előfordulnak, ahogy itt a régi idők fociában is láttuk, olyan kis szövegbetétek, amik mondjuk esetleg egy párbeszédet reprodukáltak, vagy elmondták, hogy most nem tudom, átköltöztünk egy kontinenssel arrébb, vagy eltelt közben 10 év. Tehát ezek a segéd megoldások, ezek azért a némafilmben is megjelentek. És a színészi játékban is tekintve, ugye, hogy nem volt lehetőség az élőbeszédre, nagyon élénk, túlzó volt az arcmimika, és nagyon széles gesztusokkal játszottak. Ez tulajdonképpen olyan volt, mint mondjuk a 19. századi színpadi játék, mondjuk a népszínműveknek a külsőségei, ahol azért, hogy a 60. sorból is élvezni tudja a néző az előadást, azért nagyon széles taglejtésekkel és nagyon élénk arcmimikával játszottak. Amiben a némafilm még tudott valamit hozzátenni, hogy hangulatjelző zenéket alkalmaztak, itt viszont a probléma az volt, hogy ezt nem tudta maga a film készítő eljuttatni a mozikba, hanem a moziban kellett egy zongoristának vagy egy hegedűsnek ilyen hangulatfestő zenét alájátszani a filmekhez.
Tehát itt kettőn állt a vásár, a filmesnek nyilván volt valami szándéka, de hogyha a moziban nem állt rendelkezésre hasonló tehetségű alkalmazott muzsikus, aki ezt a hangsávot hozzá tudta tenni a filmhez, akkor lehet, hogy a filmélmény az gyöngébb lett, mint amilyenek esetleg a filmesek elképzelték. Bocsánat, hát kérdezek itt valamit, arról lehet tudni, arról van információ, hogy adott esetben a film elkészítője mondjuk kottákkal, vagy egyéb módon jelzi azt, hogy az adott jelenethez milyen hangulatú, vagy konkrétan milyen zene dukál, miért javasolna hozzá a moziban lejátszani, vagy pedig egyszerűen ez rá volt bízva az adott mozira, és minden előadása, vagy minden moziban teljesen különböző zenével hallgatták meg ugyanazt a filmet a nézők. Erre többféle megoldás létezett. Ugye az a megoldás, ami aztán a hangos filmnél jelentkezett, hogy gyakorlatilag a filmre rá kopíroztak egy hangsávot is, tehát össze volt szinkronizálva a kép és a hang. Azt a megoldást nem tudták még megcsinálni, de olyan például volt, hogy hanglemezeket készítettek a filmhez, és akkor a zenét azzal párhuzamosan játszották le. Igényesebb mozikban ez megoldható volt, de hát mondjuk egy vándormozis esetében, vagy hogyha mondjuk egy filmet egyszerre 10-15 moziba játszottak, akkor ez már nem nagyon ment. Na, ugye értem, hogy egy országon belül 10-15 moziban. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt viszonylag nagy szabadsága volt a vetítőnek, hogy esetleg ő maga, mint egy kikiáltó, saját szövegével kíséri a filmet, vagy pedig tényleg fölbérel egy fiatal zongoristát, vagy pianistát, vagy hegedűst. Egy példa, amit még el szoktam mondani a diákjaimnak is, Lór Ferencnek, aki hangmérnöke volt az első magyarországi hangosfilmeknek, például a Hippolyta lakájnak is, megírta a visszaemlékezéseit, és abban leírta, hogy a gyerekkorában szintén játszott, tudott hegedülni, és szintén beállították időnként filmek alá hegedülni. És mondta, hogy itt tényleg a zenésznek a rátermettségén múlott, hogy mennyire találja el a filmnek a hangulatát, és mint elrettentő példát emlegette, hogy az Anna Karenina című filmnek az a jelenete, amikor Anna ugye már mindenkibe csalódott, és a vonat elé veti magát, akkor a hegedűsnek nem jutott eszébe jobb dallam, és a megyagőzös kanizsára dallamát intonálta, ami hát vonatnak vonat, de ugye kicsit más hangulat. Ugye, hogyha 20-as években vagyunk, akkor a néma filmen belül az egyik ilyen zsáner az a burlesk vagy burlesk, és ebben a filmben nagyon sok olyan jelenet volt, ahol láttuk, hogy ez vissza van idézve Chaplin alakjában többek között. És ha belegondolunk, hogy maga a film is ugye ilyen extrém helyzetekről szól, egy futballcsapatnak a kiszolgáltatottságáról, Minariknak az életszerűtlensége, a mindennapi életben való ügyetlen mozgása, ő ugyan egy vállalkozó, azt mondanák, egy mosodás, de nem ért az üzlethez, láthatólag ugye filléres gondjai vannak. A kisembernek a tehetetlensége, ami ugye itt az őnála nagyobb futballcsapatokkal és futballcápákkal való szembekerülésében jelentkezik, az tulajdonképpen szinte megköveteli, hogy a néma filmen belül ez még ráadásul egy burleszk vagy burleszk film is legyen. És ezzel kapcsolatban kigyűjtöttem egy pár olyan jelenetet a filmből, amelyiken keresztül talán be tudjuk mutatni, hogy ez a néma filmszerűség, illetve burleszkszerűség, ez hogyan jelentkezik. Remélem, hogy jól látszanak a képek. Itt muszáj voltam egy kicsit kisebbre venni a képeket, hogy egyszerre több dolgot meg tudjak mutatni. Ugye a felső sorban látjuk a Csaba Gyöngye SC-nek az edzését, és látjuk, hogy mennyire hát komikus mozdulatokkal gimnasztikáznak a fiúk az edzés elején. Aztán a középső sorban látjuk Minarikot, Garas Dezső a megformálója, amikor a Kerényi úrhoz látogat, a mozitulajdonoshoz, hogy ő tőle kölcsönt vegyen föl, akkor előtte végignézi a mozi vitrinekben az éppen futó filmeknek a sztár képeslapjait, és leutánozza az arckifejezésüket. Ami hát nagyon élesen rávilágít arra, hogy hát valóban ilyen kis képekkel reklámozták is ezeket a filmeket, ezekkel az nagyon eltorzított arcokkal, a nagyon szélsőséges arcmimikával. Az számított jó színésznek, aki gumi arcú volt, és ezeket a grimaszokat, vagy érzelemkifejező gesztusokat be tudta mutatni. És az alsó képen pedig az látszik, hogy a testbeszédben is mennyire eltúlzott gesztusokat alkalmaznak. A baloldali képen az látszik, amikor ugye ilyen
búcsú bulit tartanak, tulajdonképpen ugye az eladott játékos után egy ilyen buffelejtő partit tartanak. Az egyik védőjátékos, aki ugye civilben láncharapó és erőművész a cirkuszban, ő mint egy ilyen pattogó gumilabda ugrál. Az alsó középső képen ezt a kis kalapos lányt látjuk, a kapusnak a szerelmét, aki mikor megdöbbenéssel értesül róla, hogy mi történik a fiújával, akkor ilyen széles teátrális gesztussal hanyatt esik és elájul, kalapdobozait mindvégig a kezében tartva. És a jobb alsó képen pedig az látszik, hogy a forgóajtós jelenet, amikor Minarik beszorul a forgóajtóba, talán látszik ott is a jobb alsó sarokban, ilyen térdmagasságban van már a feje. És a Saluda portás pedig szintén ilyen nagyon teátrális mozdulattal fejezi ki a tehetetlenségét. A Saluda portást egyébként az a színész játssza, aki az utca hírmondója volt a Kemény kalap és krumplior című filmben, a nemrégen meghalt Szilágyi István. Tehát ez a film, ez nagyon erőteljesen épít a 20-as éveknek az egészen eltérő filmes játékmódjára. Bizonyos értelemben viccet is csinál belőle, és sokszoros idézőjelbe teszi mindazt, amit a filmben el akar mondani. Még hogyha nézzük a példákat tovább, akkor a felső kép sorban egy jelenetnek néhány mozzanatát látjuk, ugye ez az a pillanat, amikor Minarik ugye az egyik inzert szerint munkába folytja a bánatát, ugye sokszoros csalódásai után visszatér a munkához, és itt éppen azt látjuk, hogy hogyan vasalja ki a ruhákat, hogy először ellenőrzi a vasalónak a hőmérsékletét, és már látjuk, hogy már fölhúzza az orrát, mert érzi az éget szagot, de a tenyerén még nem érzi, hogy megsütötte magát. A következőképpen látjuk, hogy megégett a keze, amit azonnal persze a fülcimpájához emel, hogy levezesse a hőt, és utána beledugja egy lavor hideg vízbe, és olyan forró volt már a keze, hogy azonnal gőzfejlődik a lavorban. Ugye, tehát rögtön egy ilyen képes geget látunk, ami a 20-as évek Buster Keatonjének és Chaplinjének a legjobb pillanatait idézi. Aztán ugye ezek a bizonyos inzertek, amikről már beszéltünk, amik rögtön a filmnek az elején előkerülnek. Ugye világos, hogy itt egy gegen belüli gegről van szó, hiszen ez a film valójában egy beszélő film, tehát a szereplők beszélnek benne, de mégis úgy tesz, mintha néma film lenne, és ezeket az inzerteket is tulajdonképpen gegként, tehát tréfaként használja a film. És ugye még két ügyes megoldás, hogy két olyan inzertet is elhelyeznek a filmben, amelyek valójában nem inzertek, hanem rendes képkockák. Az egyik a Minarik által a feleségének bocsánatkérésképpen küldött nagy szegfűcsokorba elhelyezett szerelmi üzenet, a másik pedig egy újságcikknek, vagy egy újság címlapnak a bemutatása, minthogyha ezek is ilyen szöveginzertek lennének. Tehát érezhető már ezen is, azt hiszem, hogy rendkívül élvezték a filmkészítők ennek a filmnek a forgatását, mert annyi szenzációs ötlet jött elő, akár a forgatáson, akár persze azt megelőzőleg, ami azt hiszem azóta is, ez egy majdnem 50 éves film, de azóta is nagyon szórakoztatóvá tudja tenni az alkotásukat. És talán, bocsánat, csak egy apró dolog jutott eszembe, hogy itt mutatod ezt a rikkancsot, aki a Hitler és Ludendorff a bíróság előtt teamlap sztorit mutatja, és ugye hát a nosztalgiában, amikor megkérdezik egymástól a villamoson utazók, hogy ki az a Hitler. Ugye ez is egy ilyen kettősség szerintem, hogy miközben van a filmben egy visszavágyódás a még régebbi kor iránt, azon közben hát milyen boldog idő volt ez a 20-as évek, amikor a Hitler még egy börtöntött elég volt, és egy tömeggyilkos diktátor. Így van, igen. Ha még tovább haladunk ezen a régi idők focia, mint beszélő némafilm vonalon, akkor itt most egy kicsit bizonytalan vagyok, mert lehet, hogy ezt már túl gondolom, és ilyenkor szokott az lenni, hogyha mondjuk itt ülne Sándor Pál, vagy itt ülne Ragályi Elemér, ugye Sándor Pál a rendező, Ragályi Elemér pedig az operatőr volt, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy a fene se gondolta volna. De hogyha megnézzük ezeket a képeket, és nem manipuláltam a színekkel semmit, akkor ugye a filmnek a fő helyszíneit látjuk. Bal oldalon fönt a Bodográf mozit,
ahol Kerényi úr, a dúsgazdag mozitulajdonos lakik és szerez rengeteg pénzt. A Bodográf mozi az Bodó Adolfnak volt a vállalkozása még a század előn, amit azonban a háború idején átvettek a Klein fivérek, és ők működtették. Kerényi úr, a dúsgazdag mozitulajdonos, a Kerényi az egy nagyon magától értetődő magyar lefordítása a Klein névnek. Tehát egy tipikus olyan zsidó név, amelyik egy magyarosított névnek számít. Tehát itt teljesen beazonosítható, hogy a Bodográf mozi és az üzemeltetője az valóban ugyanaz a személy. Ez egyébként megmaradt ez a mozi, még én ifjúkoromban jártam is oda, ez Bányász mozi névre hallgatott, a Nagykörúton, most nem is tudom, talán a Baross utca sarkán volt, de mindeset a Nagykörúton egy saroképületben, és aztán később Graffiti mozi néven is ment, itt vetítették először a Gyaloggalop című filmjét a Monty Python csoportnak. Ma már egyébként nincs meg a mozi, nem is tudom, talán valami étterem van a helyén. De hát közel 100 évet, sőt talán több mint 100 évet megérte ez a mozi. És bocsánat, annyi jelentősége is van szerintem a filmen belül annak, hogy éppen Bodográf és éppen ez a mozi szerepel, mert hogy ugye itt a film forgatókönyvét igen jelentős részben Mándi Iván szövegeiből hozták létre, és Mándi Ivánnak ez volt a kedvenc mozia, ugye ő eleve Pestnek a csodálatos krónikása volt, mint író, és hogy kisgyerekkorában rengeteg időt töltött a Bodográfban, és erről is sokat ír egyébként a különböző szövegeiben. Így van, és ha itt tartunk Mándinál, akkor azt hiszem érdemes elmondani, hogy ez tényleg az ő filmje. A Régidők foci az nagyon nagyot szólt 1973-ban, a következő évi filmszemlén azt hiszem kritikusok díját is nyert. Ugye egy nagyon érdekes kísérlet volt, mert egyrészt van egy érdekes történet, és ez olyan módon van elmondva, ami nagyon szokatlan volt, ugye, hogy egy 50 évvel korábbi technikára készítik el a filmet, azoknak a külsőségeivel. És sok interjút is adtak akkor a készítők, és mindenhol elmondták, hogy ők tulajdonképpen egy zárt társaságnak a belső viszonyait akarták elmondani. Tehát azt, hogy egy magára hagyott, kiszolgáltatott embercsoport, az hogyan viselkedik ebben a kiszolgáltatott helyzetben. És hogy többféle forgatókönyvet is készítettek, az első az még egy hajótörést szenvedő, vagy ilyen kiszolgáltatott tengeren hánykolódó hajónak a legénységéről szólt volna. Volt olyan is, ami egy zenekarról szólt volna, de valahogy egyik sem működött igazán. És akkor jött az ötlet, hogyha miért ne lehetne futballcsapat. És arról eltérő verziók vannak, hogy a Mándi Ivánnak volt-e már esetleg kész egy filmnovellája, vagy pedig fölkérték a filmkészítők, hogy készítsen egyet. Mándi minden esetre abszolút mértékben hozott anyagból dolgozott. Ő neki voltak már korábban nyomtatásban is megjelent olyan futballnovellái, amelyekben, ha nem is ez a történet, de a történetnek néhány mozzanata és kétségkívül néhány fölismerető alakja szerepel. Tehát például Minariknak a figurája még egy másik néven benne van ezekben a novellákban, a kapusnak az alakja benne van, a játékos ügynököknek az alakja, különböző futballcsapatok, az egész 20-as éveknek ez az egész futballmilliója, ez meg van írva ezekben a novellákban, a Pálya szélén című novellában, vagy a Tribünök árnyékában, vagy az Előrevágott labdában. Úgyhogy az a film, amit itt látunk, az tulajdonképpen egy ilyen szűrleménye annak a Mándi univerzumnak, ami ezekben a novellákban megjelenik. És a Mándi ugye egy olyan kisfiú volt, aki elhagyott az édesanyja, és az apja nevelte. És ahova az apja ment, ugye a kávéházban meg a futballmeccsre, oda vitte magával a fiát. Valamint a Bodográf moziba. Tehát ez oly mértékben Mándi ez a film, oly mértékben ő a kiinduló pontja, hogy azt tényleg tovább fokozni nem lehet, de pont ebből fakad a hitelessége is. Tehát, hogy itt nem a filmkészítők, vagy úgy pláne a filmet magyarázó történész sorolja egymás mellé ezeket az intézményeket, hanem a Mándinak, mint kisgyereknek a párhuzamos élménye volt a kávéház, a futball és a mozi. Ugye a következő kockán, ott fönt a diának a tetején, a Minarik-féle mosoda látható, és a jobb oldalon pedig ugye a harmadik főhelyszín a futballpálya. Azt érezzük, hogy ez egy kültelki pálya,
És hogyha valaki esetleg megpróbálná topográfiailag elhelyezni, vagy megkeresni, hogy mi lehetett régen az a pálya, akkor ki kell ábrándítanom, mert nem találtak olyan pályát a fémkészítők már a 70-es években sem, amelyik eléggé lerobbant lett volna, de ugyanakkor még alkalmas, hogy forgassanak rajta, úgyhogy ők építettek egy futballpályát. Méghozzá, ha jól tudom, akkor az újpesti szeméttelepen találták meg azt a helyszínt, ami ugye az egyel alatta lévő képen látszanak is azok a nagy égető kémények, ami hát ilyen kellően lehangoló kulisszát teremt az egész futballpályának. Minden esetre a futballpályának a megjelenése az teljesen autentikus, tehát a legtöbb futballpálya nem volt füvesítve, hanem ilyen göröngyös, salakos, földes, döngölt pálya volt. A méretei azok eléggé változóak voltak. Valami pici öltözőház vagy klubház, mint amit ott fönn a jobb felső sarokban levő képen látunk, és esetleg egy kerti csap volt az infrastruktúra, ami ezekhez az egyszerű pályákhoz tartozott. És hát valóban nem a pénz, hanem a lelkesedés működtette még akkor a futballt, legalábbis az első osztálytól lefelé. Mint ahogy ugye tudjuk, hogy a Csaba Gyöngye is egy másodosztályú csapat, amelyik szeretne fölkerülni az első osztályba. És aztán, hogyha megnézzük a második sorban lévő képeket, akkor itt is azt látjuk, hogy bal oldalon ugye egy nyomortelepen sétálgatunk, Minarik ugye összegyűjti a csapatot. A második képen viszont egy nagyon előkelő teniszpályát látunk valami parkban. És azután megint ugye két kép a futballpályáról. De hogyha megnézzük, akkor a felső két sornak a képei azok nagyon pasztelszínűek. Nagyon le van véve a színtelítettség. Ha nem is fekete-fehér ez a film, mint amilyennek mint 20-as évek filmjének lennie kellene, de nagyon pasztel ez a film. Viszont az alsó sorban azt látjuk, hogy mintha kifényesedne. Nekem legalábbis ez a benyomásom. Sokkal telítettebbek a színek, sokkal több a fény, napfényes felvételek vannak, ugyanis ezek a filmben mind álomképek. Tehát ezek nem a valóságot mutatják, ezek a fényes képek, hanem Minariknak az elvágyódását egy jobb világba, vagy egy másik futballvilágba, ahol gyepes a pálya, ahol szép sárga a labda, ahol a játékosok azok nem viseltes meszt hordanak, ahol nagy a lelátó. Tehát valójában ez a film, amikor a valóságot mutatja meg, már amennyire egy film, hogy a valóságot mutatja meg, akkor nagyon pasztelben, homályosan, szürkékkel dolgozik, és amikor az álomról beszél, akkor pedig nagyon fényesek a színei. Nekem ez volt a benyomásom a filmről, tizenvalahányadik megtekintés után, de mondom, ha itt ülne az operatőr és a rendező, akkor lehet, hogy csóválnák a fejüket, hogy ők ezt tulajdonképpen nem így képzelték, de hát valahogy mégis így alakult. Csak egy apróságot hadd tegyek hozzá, a jobb alsó sarokban lévő pálya, ezen a képen talán nem látszik jól, de a filmből több rész jobban megmutatja, hogy itt miről van szó, hogy egy nagyon szép, korabelinek tűnő sárga lelátó tűnik elő, és ez létező lelátó, ez a BKV előre sportpályának a lelátója, ami ugye az MTK pálya mellett van egyébként, és ugyanez a 30-as években épült ez a lelátó, de azt mondják a hozzáértők, hogy a régi ferencvárosi 10-es években épült soroksári pálya mintájára. Tehát valamilyen módon nagyon ügyesen még itt is megpróbálják visszahozni a 20-as évek hangulatát, hogy az első osztályú csapatoknál, illetve hát itt ugye egy válogatott meccsben álmodja magát bele Gól Minarik, egy autentikus lelátó előtt zajlanak az események. Így van, azóta egy picit felújították már egyébként ezt a lelátót, de még mindig ez a formája van. Igen, tényleg minden apró részletre odafigyeltek. Ugye ez a BKV előre pálya volt, a két háború között ezt még Beszkártnak hívták, ugye ez a Budapest-Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaságnak volt a futballcsapata. Én két olyan futballpályáról tudok, rendes lelátós futballpályáról, amelyik viszonylag kevés kárral átvészelte a második világháborús ostromot, hiszen Budapesten ugye 50 napig bombázás, illetve főleg tüzérségi tűz pusztította a várost, és a legtöbb futballpálya lelátója az megsérült. De ez tehát a Beszkárt pálya az érintetlen maradt, és még egy olyan futballpálya van, amelyik az autentikusan valóban az 1920-as éveket idézi meg, az pedig az Elektromosnak a pályája. Az a Dagánystrandtól nem messze látható. Az azt hiszem 1926-os, most az évben nem vagyok biztos, de 20-as évekbeli, és az azért érdekes, mert az volt az első futballpálya Budapesten, amelyiknek volt elektromos világítása, hiszen ugye a fővárosi elektromos művek azt meg tudta oldani.
Ha azon a pályán készítették volna a felvételeket, az talán egyel még autentikusabb lett volna, csak attól tartok, hogy ott már mögötte akkor épülőben volt egy lakótelep, és emiatt nem lehetett. De ebben nem vagyok egészen biztos. Minden esetre a Beszkárt pálya vagy BKV előre pálya nagyszerű választás volt. És akkor még egy picit maradjunk a Beszélő Néma filmnél. Ugye említettem, hogy a néma film időszakában a szereplőknek a külseje volt a döntő, és az, hogy milyen az orgánuma, hogy tud-e egyáltalán megjegyezni egy háromsoros szöveget, vagy nincs-e beszédhibája, az közömbös volt. És ennél a filmnél is érdekes módon vannak olyan szereplők, akiket a fizimiskájuk miatt választottak ki, és szinkronizálva vannak. Hát nem tudom, hogy a nézők fölismerik-e a felső képen ezt a fiatalembert, ő Verebes István egyébként, akinek ugye nagyon furcsa ilyen orrhangja van, és őt ebben a filmben leszinkronizálták, méghozzá egy nála egy generációval idősebb színész, a Körmendi János beszél ő helyette. Az alsó képen pedig, talán ott a jobb oldali kép a látványosabb, ott ugye egy Stan és Pan párost látunk igazából, egy magyar Stan és Pan, tehát egy nagy kövérért és egy kicsi soványat. Ők nem színészek. Pontosabban játszogattak filmekben, egy-két filmben, de ők amatőrök. A nagy darab ember, ő Tokics a filmben, ő egy valamikori ökölvívó, F. Nagy Károlynak hívják egyébként, aki több filmre is pont azért választotta ki, mert ilyen nagy termetű, félelmetes emberre volt szükség. Az alacsonyabbik pedig egy dramaturg, aki Csipos Tamásnak hívnak, és aki a filmes belső világban természetesen ismert ember volt. Tehát őket nem azért választották ki, mert a színészi tehetségükre volt szükség, hanem azért, mert a figurájukban egy tökéletes Stan és Pan alter egót lehetett bemutatni. Ők szintén szinkronizálva vannak. Nem tudtam megfejteni, hogy Tokicsnak ki a magyar hangja, de Brühlnek, tehát az alacsony termetűnek viszont Balázs Péter, aki meg egyébként egyáltalán nem hasonlít a szereplőre, csak a hangjának a karakteréről úgy gondolták, hogy az megfelelő. De hogy ezt a dolgot, ezt a szinkronizálás dolgot még tovább vigyük, és még egy csavart belevegyek, itt a következő képkockán látható lesz, ugye Minarik, Garas Dezső alakításában, és mellette ez a kalapos vendég, az viszont Sándor Pál a filmnek a rendezője, akivel van is egy rövid párbeszéd, és Sándor Pál saját magát is leszinkronizáltatta. Ő egyébként Pössze is és Racsol is, és ő helyette Kern András beszél, aki viszont a filmben Minariknak tulajdonképpen az átellenes pontja, a nagyon lelkes, de futballozni egyáltalán nem tudó tartalékjátékos Kövesi. Tehát ezek a belső játékok, amik itt a filmben megjelennek, és amit a néma film, mint hordozó műfajnak a megválasztása tett lehetővé, ezek tényleg nagyon, nagyon fantáziadúsak, és nagyon finom ötleteknek a megvalósítását teszik lehetővé. Érdekes, azt hiszem, az a megoldás is, ahogy a film bemutatja ennek a futballcsapatnak a hátterét. 11 futbolista plusz a tartalék Kövesi alkotják a csapatot, és összességében ezek azért a szegény néposztályokhoz, kültelken lakó, alacsony jövedelmű csoportokhoz tartozó emberek. Ugye, hogyha végig szaladunk a képeken, akkor a bal felső sarokban ott Kelemennek a édesanyját látjuk, a filmbeli inzert szerint ugye a proletár anya megátkozza Minarikot, amiért a fiút elviszi, ugye a családfenntartót elviszi a családtól, és hát a sok gyerek ugye legalábbis arra délutánra idősebb testvér, vagy esetleg apa nélkül marad. A következő képen ezt a jelenetet látok már, ugye ez a teniszparti. Az a futballista, akit innen elvisznek, aki azt hiszem a Sebestyén, a középcsatár, ő itt nem játékos, hanem labdaszedő. Tehát hiába, hogy előkerül környezetben látjuk, de valójában ő itt csak kiszolgáló személyzet. Aztán a rákövetkező képen azt is láttuk már, egy nyomornegyedet látunk, innen hozza el majd, már nem is tudom melyik szereplőt, a
bocsánat, innen hozzá kell Kelement, és az elsőképpen pedig Huttinger volt a proletár anyának a családtagja, tehát Kelement hozzá kell egy ilyen közfürdőből, egy tisztasági fürdőből az edzésre. A jobb felső sarokban ugye a különleges figurája a csapatnak Vallai a kapus, aki az egyetlen, aki igazából tud futballozni, aki minden tekintetben egyfajta arisztokratikus helyzetben van a csapaton belül, pontosan tisztában van a saját értékével, van egy csinos kis barátnője, ugye ez a kalapos lány, és ő nem is az első szóra ugrik, Inarik első szavára, amikor ugye hívja edzésre, hanem, mint látjuk a képen, kér még egy percet, hogy még néhány csókot tudjon váltani a barátnőivel, és ő egy sokkal előkelőbb környezetben tartózkodik, hát ezt nyilván nem ismerjük föl, ez a fűvészkert, ugye, ahol ő randevúzik a lánnyal. Tehát ő egy különleges értéke a csapatnak, és ő nagyon tisztában is van a saját értékével. Hogyha a második sorban lévő kockát nézzük, akkor ott azt látjuk, hogy egy ilyen nyomorszállásról, ilyen tömegszállásról hozza el a két következő futballistáját Minarik, akik ikertestvérek, ugye nagy egy és nagy kettő, mint két orgonasíp, ahogy jellemzik a filmben, és látszik, hogy ahogy Minarik ébreszti őket, egyszerre mozdulnak, egyszerre ébrednek föl, ahogy ugye az ikrek szoktak, ugye mindent egyszerre csinálnak. Aztán a második sorban a következő képen Minarik egy kuplerájban látható, és ugye innen gyűjti össze csapatának a következő tagját. Szintén hát a félvilágnak nem egészen a legelegánsabb köröknek egy jellegzetes helyszíne a kupleráj Budapesten. Ezeket egyébként az 1920-as évek végén megszüntették, ezeket betiltották, és aztán másként szabályozta a főváros a prostitúciót, ugye a fizetett szexualitást, tehát az ilyen típusú bordélyházak azok megszűntek a fővárosban. A rákövetkező képen ugye azt látjuk, hogy Kövesi a tartalék, aki ugye valami szocialista vagy kommunista agitátor, éppen egy ilyen, azt hiszem, hogy ez talán egy ilyen szénrakodó társaság lehet, ő nekik magyarázza az imperializmus öt ismérvét és Lenin tanításait, tehát ugye ő is egy ilyen kis egzisztencia. És a jobboldali képen pedig Miatov Ivánt látjuk, aki ugye cirkuszos, és őt onnan viszi el Minarik az edzésre. Hát ő Miatov ugye a legjobb karban lévő, tehát a legstrammabb ember, aki nyilván az állandó cirkuszi fellépése miatt nagy fizikai erővel rendelkezik. A bal oldalon ugye lent látjuk a csapatot. Itt talán annyi érdekesség van, hogy mindenki egyenmezt visel, kivéve bal oldalon Kövesit, akinek ugye nem jutott mez, mert ő annyira ügyetlen, hogy úgysem küldenék soha futballpályára. Ettől függetlenül kitart az utolsó pillanatig a csapat mellett, és szívestül, lelkestül a csapat részének tekinti magát. A jobb oldalon pedig egy a csapatról készült korábbi fotót látunk. Nagyon jellemző volt az, hogy ilyen vicces beállásokat produkáltak a csapatok, úgyhogy itt is egy ilyen kis geget láthatunk. Úgyhogy tulajdonképpen a csapatgyöngye játékosai azok egyfajta ilyen keresztmetszetét adják a budapesti szegényebb társadalmi rétegeknek, tehát ilyen kispolgári, proletár környezet volt az, ahonnan a csapat a tagjait verbúválta. Bocsánat, csak itt hadd esik fel egy gondolatot, hogy ugye itt azért ez azt is jelenti, hogy társadalmilag is látható, hogy mennyire elterjed a futball a kezdeti időhöz képest. Mert ugye, ahogy te is említetted, a nagyvárosi gimnazisták, akik angolt tanulhattak egy angliai tanáron keresztül, az nyilván ennél egy sokkal magasabb társadalmi millió, és ugye eltelik 20-25-30 év, most már mindenki focizik, és akik annyira tehetségesek, hogy egy csapatba, egy az első osztályba való feljutás reményével játszó csapatba is, a csapatgyöngyébe is bekerülnek, azok viszont már a szegényebb néprétegek közé tartoznak. És hadd említsek egy másik témát is, ami ugye itt a nosztalgikus első résznél is eszembe jutott már, hogy tudnélik, ez a 20-as évek, ez, és különösen az első világháborús vereség utáni időszak, ez nagyon erőteljesen a futball és a profizmus problémáját is jelenti. Ugye Szegedi Péternek vannak erről nagyon jó tanulmányai, illetve a
nagykönyvében is erről sokat ír, hogy bár ugye a hivatalos futball sport szellem az amatőrizmust és a sportot lár-pur-lár művelő hozzáállást írta volna elő, de egyszerűen olyan nagy szegénység volt az országban, hogyha valaki kicsit is tehetségesebben futballozott, akkor valamiféle anyagi ellenszolgáltatást azért elvár, mint ahogy a filmben is ugye ez nagyon szépen pont a kapus kapcsán előjön, ugye ez a villamos jegy, hogy a villamos jegy legalább az edzésre járás villamossal történjen, és csak legalább azt fizesse ki az egyesület, mint a legprimitívebb térítés a sportolásért, a csapatért cserébe. Igen, igen, ez nagyon fontos az amatőrizmus említésére. A későbbiekben majd jobban ki is fogok térni, de örülök, hogy előhoztad ezt a kérdést. Akkor én tovább is lépek, és itt valóban már arról fogok beszélni, hogy a történelmi hitelesség a régi idők fociában az mennyire megbízható. És azt kell mondjam, hogy meglepően. Tehát játékfilmekben, ahol nyilván nem elvárható a történeti hitelesség, hiszen itt a művészi hitelesség a döntő, a milliónek a fölfestése, a történeti háttérnek a fölfestése az meglepően pontos. Hogyha megnézzük, vannak olyan szereplők a filmben, akik valóságosan létezőek voltak, hát ugye Hitlernek a neve előkerült már, de hát látni fogjuk majd, hogy vannak mások, és a futball, meg a mozi világából is mások, akik tulajdonképpen a saját nevükön szerepelnek. Ugye a film 1924-ben játszódik, mint ahogy az a bevezető képsorokban is meg van említve, és ez az idő, ez az év volt az, amikor a legmagasabbra jutott el Magyarországon az infláció. Ugye nem véletlen, hogy az a 30 villamos egy, amit valainak ki kell fizetni, az 70 ezer korona. Ugye, tehát ez elképesztő összeg. 14-15 ezer volt a váltó szám a régi aranykorona és az új papírkorona között 1924-ben az inflációnak a csúcspontján. Tehát ennyire romlott le a pénznek az érték, és természetesen ez kísérő jelensége volt annak az általános szegénységnek, ami akkor Magyarországon jellemző volt, nem csak az egész országban, de Budapesten is. És hát ugye főleg persze azokban a külső kerületekben, amit itt látunk. Ennek az egyik, az általános szegénységnek, a városi nyomornak az egyik megjelenítője a Róbert bácsi féle ingyenkonyha, vagy leveskonyha, erről szerintem mindenki hallott már. A filmben egyébként van is egy jelenet, ahol Róbert bácsi megjelenik egy ilyen levesosztáson. Róla egyébként kiderült, hogy szélhámos volt, és a felsőbb rétegeknek az adományaiból sokkal több pénzt gyűjtött össze, mint amennyiből aztán a leveseit meg a főszelékeit elkészítette. Úgyhogy tényleg nem túlzás az, hogy ő több sarokházat vásárolt a profitjából, amit aztán a gyermekeinek a nevére iratott. Végül kiderült a turpisság, és pár évvel ezután valamikor 1930-ban vagy 31-ben úgy nézett ki, hogy bíróság elé is fogják állítani, de aztán a nagyobb botránynak az elkerülése véget egyszerűen kiutasították az országból, és így simították el az ügyét. De mondom, Róbert bácsinak a megjelenése a filmben az is egy nagyon erős korjelző utalás. Aztán ugye ez a jelent, amiről szó volt már, ugye amikor a föld alatti vasúton a Rikkancs, aki szintén a csapatnak a tagja, éppen Hitlernek és a pucsistáinak a börtönbüntetéséről beszél, az is egyértelmű utalás a korszakra, valamint az a robbantásos merénylet, amit az akkori, éppen akkoriban születő fajvédő pártnak a holdudvarához tartozók hajtottak végre egy ilyen munkás kiránduló csoport ellen, az is egy valóságos esemény volt. Tehát ezeket korabeli lapcikkekből gyűjtötték össze a filmnek a készítői. És az általános történeti háttér mellett a futballmilliónek a fölfestése is pontos. Ugyanis valóban ez az amatőr-profi háború, ami akkoriban zajlik, ez a kísérő történet. Ugye formailag akkor még a magyar bajnokságban csak amatőrök játszhattak. A csapatok is amatőrök voltak, és minden egyes játékos is. És elvileg, hogyha akár a villamos pénzt kifizették volna egy játékosnak, az is eltiltást kellett volna, hogy maga után vonjon. De nem lehetett már a valóságban fönntartani azt, pláne ugye a romló életkörülmények miatt, hogy valaki a hobbiára még pénzt is áldozzon, pláne akkor, hogyha egyébként nagyon súlyos pénzeket lehetett a futball meccsek nézőitől beszedni. Tehát az egyesületek nem voltak éppen szegények ebben az időben. Úgyhogy elkezdték valamilyen formában dotálni a jobb játékosaikat, erre sokféle megoldás létezett.
a legegyszerűbb az volt, hogyha mondjuk egy olyan vállalat indított csapatot, mint mondjuk a Beskart, amiről volt már szó, vagy az ékszerészek, vagy a postás, vagy más vállalatok, és akkor ott egyszerűen létesítettek egy fals állást a illető futballistának, aki persze vagy egyáltalán nem járt be a hivatalába, vagy csak jelképesen, és a pénzt valójában a játékáért kapta. De az ennél sokkal gyakoribb volt, hogy mondjuk a futballnak valamilyen rajongója, mondjuk egy vendéglős, az rendszeresen vendégül látta a csapatot, vagy időnként egy 5 pengős, 10 pengős, vagy mit tudom én, 50 000 koronás, 100 000 koronást a csapat legjobb játékosának a zsebébe csúsztatott. Vagy például az MTK-nál volt az, hát azt kell mondani, hogy szokás, hogy egy sportboltot ajándékoztak a legjobb játékosuknak. Volt idő, amikor 2 olyan játékosa is volt az MTK-nak, akinek az Andrássy úton volt sportboltja, ami azért nem volt egy rossz befektetés. Tehát meg lehetett kerülni az amatőrségnek ezeket a szigorú szabályait, és mindenki tudta is, hogy ez zajlik, úgyhogy inkább államatőrizmusról beszélhetünk már az 1920-as években. Erre azért volt egyébként szükség Magyarországon, mert a legjobb játékosok kezdtek elszivárogni az országból, olyan országokba mentek, ahol már fizetséget kaptak a játékukért. És éppen a Szegedi Péternek a kutatásaiból tudjuk, hogy a 2 háború között ezret meghaladta azoknak a játékosoknak a száma, akik külföldön játszottak mindenféle csapatokban, de egészen Brazíliáig, tehát ugye ma ezen már szinte csak nevetnénk, ugye éppen megfordult a játékos áramlásnak az iránya, de akkor Magyarország nagy kibocsátó volt. És azért, hogy ne fölözzék le a magyar tehetségeket, azért aztán 1926-ban bevezették Magyarországon a profizmust, és akkor viszont már csak profi csapatok indulhattak az első osztályban, és minden játékosnak profi szerződéssel kellett rendelkeznie. Így teremtették meg az esélyegyenlőséget valójában az első osztályú futballban. És igaz az az utalás is a filmben, ami a 1924-es Párizsi olimpián elszenvedett nagy vereségre utalt, ugye, amikor Egyiptom válogatottjától 3-0-ra kikapott a csapat. Ez akkora megdöbbenést keltett, hogy még abban az évben kiadták az úgynevezett fekete könyvet, ami egy ilyen hát dokumentumkötet volt önképpen, vagy forrásgyűjtemény. Megkérdezték az összes futballistát, az összes vezetőségi tagot, akik kint voltak Párizsban a csapattal, hogy ők miben látják a vereségnek az okát. Persze egymást vádolták, ugye? Tehát a futballisták a vezetőséget, meg a rossz szállodai körülményeket, hogy keveset kaptak enni, meg patkány volt a szobában, stb. A vezetőség pedig azt mondta, hogy nem volt elég összetartó csapat, nem jól edzettek, meg hát a véletlen. Tehát akkora fölháborodást keltett ez a vereség, hogy muszáj volt valamilyen felelősség kereső kísérletet tenni, és itt azért írtam még oda erre a diára Tokics és Brühlnek a nevét, mert aki látta a filmet, vagy aki majd megnézi ezután a filmet, ha az utolsó jelenetsort végig nézi, ott azt fogja látni, hogy ugye várják a csapatot, a leszerepelt csapatot a szurkolók a nyugati pályaudvaron, és helyettük a csendőrség, pontosabban a rendőrség érkezik, amelyik feloszlatja a tüntető tömeget. Minden esetre a várakozók között van egy nagy magyar címer is fölállítva. Ugye a szövetség, a labdarúgó szövetségnek a képviseletében ez várja a csapatot, és a címert két oldalról az a Tokics és Brühl támasztja, akik egyébként, mint a filmből kiderül, a fő játékos ügynökök, akik a legjobb magyar játékosokat külföldre szerződtetik. Tehát ezt a ronda kettős játékot, ami ugye a magyar futballban visszatérő, a magyar futball 125 éves történetében, ez a film is ilyen módon jeleníti meg, hogy a szövetség képviselőiként olyan emberek parádéznek a címer mellett, akik egyébként mindent megtesznek azért, hogy csak a saját zsebüket tömjék, és a magyar futball valójában nem nagyon érdekli őket. Bocsánat, csak még itt a külföldre áramló futballisták és a válogatott kudarca között is én látok egy összefüggést, hogy ugye az akkori világban az a magyar játékos, akármilyen jól is játszott, aki külföldre költözött, az gyakorlatilag innentől kezdve nem lehetett a válogatottnak a tagja, mert egyszerűen nem tudott hazautazni a válogatott mérkőzésekre, ugye nem volt még tévé közvetítés, hogy megnézzük a mondjuk olasz vagy a spanyol bajnokit, hogy
de jól játszott a magyar kapus mondjuk, ugye itt látjuk a Latko Ferencnek a nevét, aki ugye a Barcelona kapusa lett, és tényleg jó és híres kapusa lett. Tehát aki eladta a magyart külföldre, mint játékos ügynök, az egyúttal a kor viszonyai miatt egy tehetséges magyartól is megszabadította a magyar válogatottat. Amennyire tudom, a 20-as, de talán még a 30-as években se nagyon volt olyan, hogy egy külföldön játszó, akármilyen tehetséges, vagy akármilyen korábban nagymúltú és népszerű labdarúgót a válogatottba visszavegyenek. Erre volt azért példa, tényleg nem voltak szem előtt ezek a játékosok, de nagy volt a hírnevük, és azt lehetett tudni, hogy hogyan szerepelnek a saját csapatukban, mert a tudósítások azért megérkeztek, ki voltak emelve, a jók között lőttek egy gólt, stb. Meghosszabbították a szerződésüket. És speciál pont a párizsi magyar válogatott az legalább fele részben egy légiós csapat volt. Tehát az igazi nagy játékosai azok pont visszajöttek a válogatottba, csak nem tudtak összeszokni. Ugye, tehát nem voltak olyan edzések, ami mondjuk a taktikát meg tudták volna igazán beszélni. Mindenki a saját tehetségével próbált valahogy részt venni a játékban. Érte is egyébként bírálat utólag a csapatot amiatt, hogy ez már egy ilyen zsoldos sereg volt, tehát nem a magyar színekért játszottak, hanem egyszerűen csak a pályára vitték a futball tehetségüket, de pont az okozta a vereséget, ez szerint az értelmezés szerint, hogy nem volt bennük elő a lelkesedés. Egyébként... Bocsánat, hogy megint a szabadba vágok, csak megint eszembe jut valami, hogy nem kisebb ember, mint Magyarország későbbi miniszterelnöke, a Gömbös Gyula interpellált a képviselőházban, a nemzetgyűlésbe az olimpiai vereség után, és hát ő persze akkor a fajvédőpárt vezéreként kifejezetten azt mondta, hogy nem magyarok ezek, hanem mindenféle gyűjtmentek, zsidók meg svábok, és hát persze, hogy nem a nemzeti érzület dobok bennük, hanem, amit te is említettél, ugye a pénzhajhászás, meg az egyéni érdek, és hát egy igazi magyar csapat bezzeg nem így szerepelt volna. Tehát, hogy talán érdemes arra is felfigyelni, hogy már ekkor mennyire politikum a futball, és már ennyire a politika igyekszik a maga szája íze szerint magyarázni a sporteseményeknek az ilyen vagy olyan kimenetelét. Igen, ez valóban így van. A Gömbös egyébként maga is futballozott, tehát ő, már úgy értem, hogy szerette a futballt, nem volt soha kiemelt játékos, de érdekelt őt a futball. És egyébként ezt a parlamenti interpellációt ezt úgy kezdte, hogy felolvasta a válogatottnak a névsorát. És ott a 11 játékosból kettő volt, amelyiknek ilyen szép magyar neve volt. A többi az pedig valamilyen idegen hangzású nevet viselt, és a Gömbös azt mondta, hogy addig, amíg ezek a futballisták nem érzik szükségét annak, hogy magyar nevet viseljenek, addig biztos, hogy nem fognak tudni igazán magyar szívvel, lélekkel játszani a pályán. Ugye az ő fajvédő szempontjából ez mondjuk, hogy érthető volt, vagy magyarázható volt. Egyébként ennek annyi foganatja lett, hogy ezután más sportágokban is elkezdték magyarosítani a nevüket a sportolók. Talán nem annyira közismert, hogy a Gerevics Aladár, aki én nem is tudom hány olimpián vett részt, és a legsikeresebb magyar kardvívók között volt, az egy rövid ideig Gerei néven szerepelt. Tehát azt hiszem, pont az 1936-os olimpián Berlinben ő Gerei néven szerepelt, utána vissza nem magyarosította a nevét, de volt egy átmeneti idő, amikor úgy gondolta, hogy megtesz ennyit. Hiszen akkor már Gömbös volt a miniszterelnök, ugye 1932 és 36 között, és ott volt egy nagy név magyarosítási hullám, ami egyébként a futballcsapatok között is hatott valamilyen mértékben. És ha már itt tartunk, akkor ugye itt a hitelességnél, de bal oldalon felsoroltam, hogy sereg név közül, ami elhangzik a filmben, kik azok, akik valóságosak, ugye az Obitz, Ort válogatott játékosai voltak az 1920-as éveknek az egészen kiemelkedők között, aztán egy sereg futballbírónak a neve, vagy a Király Tivadarnak, az MTK intézőjének a neve azt a szemét jelöli, aki a valóságban is volt. De vannak olyan kitalált, illetve beszélő nevek, amelyek részben a Mándi univerzumból származnak, tehát a Mándi novellákból, részben pedig a filmkészítőknek a leleményei. Ugye az Atalanta, mint futballcsapat, az előfordul a filmben, ez egy valóságos olasz futballcsapat, ugye bergámói székhelyű csapat, ezt a Mándi mindig az MTK-nak a megfelelőjeként emlegette. És a 20-as éveknek, vagy 10-20-as éveknek a nagy Ferencváros MTK rivalizálását azt a Titánia-Atalanta párhuzammal jellemezte. Tehát Titánia volt a Ferencváros, és az Atalanta volt az MTK, vagy a Hungária.
aki a filmben Vallai néven a kapus, az a valóságban, ez teljesen jól beazonosítható, Platkó Ferenc volt, aki ugyan nem Madridba szerződött el, mint a filmbéli Vallai, a filmnek a vége, hanem a Barcelonában, de ott viszont hosszú éveken keresztül óriási nagy sztárnak számított, de olyan nagy sztárnak, hogy verseket írtak hozzá, az interneten olvasható az egyik ilyen óda, amit Platkóhoz írtak, és őnála is úgy oldották meg egyébként a fizetését, hogy miközben kapott fizetést a csapattól, azon kívül egy nagyon jól menő amerikai gépkocsi márkának volt az egyik képviselője Spanyolországban. Tehát ő nagyon jól keresett az ottani években. Tokicsnak a nevét nem tudtam kitalálni, hogy ez honnan lehetett, de Brüll, akit mellé rendeltek, ő valójában egy sportvezető volt, méghozzá éppen nem egy saját zsebre dolgozó sportvezető, hanem Brüll Alfred, aki nagyon sokat áldozott a sajátjából, éppen az MTK-ra egyébként, a focira is, meg más szakosztályokra is. De ugye annyira ismert név volt a sportvilágában, hogy talán ezért vették be az ő nevét a filmbe is. Kerényi úrról volt már szó, ugye, aki nyilván ennek a Klein testvérpárnak a megfelelője, akik a Bodográf mozit üzemeltetik, és a csapatnak van egy fiatal, nagyon lelkes tagja, Bikácsi, a tehetséges jobbszélső, ő az, akit eladnak, hogy legyen valami pénze a csapatnak, hogy túléljen. Ő nyilvánvalóan Bikácsi Gergelynek, a filmkritikusnak, tehát az iránta való tiszteletnek a megnyilvánulása, hogy úgy mondjam, bevették a csapatba. Viszont a Bikácsi Gergely, ő szerepel is a filmben, ő a futballbíró az utolsó mérkőzésen. Tehát ezek a kisebb-nagyobb játékok, amikről már korábban volt szó, ezek ilyen formában is érvényesülnek a filmben, hogy néha barátok bekerülnek a filmbe ilyen vagy olyan megfontolásokból. És nincs már sok hátra, igazából az utolsó diánál tartunk. A film készítés az ugye egy alkotó folyamat, de abban mindig van valami múltidézés is, meg valami jövőbe tekintés is. És ebben a filmben is mind a kettőről szó van, tehát egy alkotó, ha legyen az művész vagy tudós, az mindig reflektál az előbbiekre, és valamennyire utat mutat a jövőnek is. És hát itt teljesen egyértelmű, hogy talán a legmagától értetőbb utalás az Chaplinre történik, ugye a 20-as évek néma film burlesque sztárjára, aki amikor Minarik végignézi a moziban ezeket a kis reklámfotókat, akkor mindegyiket egy ilyen grimasszal üdvözli, és gúnyolódik rajtuk. Amikor Chaplin meglátja, akkor viszont megemeli előtte a kalapját. Ami hát elég egyértelmű jelzése annak, hogy a filmkészítők is megemelik a kalapjukat, ugye Chaplin előtt. A jobb oldali képen, hát az sajnos nagyon szemcsés lett, ott látszik, hogy Minarik, amikor a moziban várakozik, akkor meg is érinti Chaplinnek ezt a sétabotját. Egyébként egy ugyanilyen sétabotja van Minariknak is a filmben. És utána még a következő pár másodpercben még egy ilyen Chaplin járást is bemutatott a moziban Minarik. Ezek nyilván mind ilyen utalások a 20-as évekre és az előzményekre. Ami a diának a közepén látszik, hogy ez az Alexander cirkusz, ennek egy elég érdekes háttértörténete van. Ez az a cirkusz, ahonnan Miatovot, a csíkos, dresszes erőművészt elhozza a csapata az edzésre, de az Alexander cirkusz az valójában Sándor Pál nevét idézi meg. Tehát az Alexander az itt Sándor, és arra utal, hogy a Sándor Pálnak a filmforgatásai azok mindig egy kicsit ilyen zűrzavarosak, és mindig szélsőséges hangulat uralkodik a barátságos ölelkezéstől az egymás elleni rikácsolásig bezárólag minden előfordul benne, viszont mindig nagyon összetartó a stáb. És ez olyannyira így van, hogy ha az alsó sort megnézik, akkor ebből a stábból ketten, a kalapos lány Szabó Ildikó, és Bikácsi, Ferenczi Gábor később filmrendezők lettek. És nyilvánvaló, hogy az inspiráció, tehát az, hogy megismerkednek a filmkészítés folyamatával, és egy olyan mesteren keresztül, amilyen Sándor Pál volt, az őket ehhez a filmhez köti. Mind a ketten egyébként korábban is játszottak Sándor Pál filmekben, a Bohóca falonban, ugye az főszereplő Ferenczi Gábor volt, a Szeresétek Odor Emiliá című filmben pedig Szabó Ildikó volt a főszereplő. Úgyhogy ők bizonyos értelemben bejáratott színészei is voltak már, bár amatőrök,
Sándor Pálnak, és hát aztán pedig hát kollégái lettek. És még egy dolgot erről, ez a vándorcirkusz, mint helyszín, ez rögtönzés volt a filmben, ugyanis Miatovot is egy ilyen lepusztult bérházból kellett volna Mimeriknak elvinni az edzésre, csak mikor korábban kinézték azt a helyszínt a filmkészítők, akkor megfelelőnek tűnt a bérház, de mire oda mentek volna forgatni, már lebontották. Úgyhogy gyorsan rögtönözve kellett egy új helyszínt találni, és hát mondjuk Sándor Pálnak mindig eszébe jut a cirkusz, meg mindig eszébe jutnak a bohócok, majd minden elmondom, hogy milyen formákban, de annál könnyebbet, mint hogy odaütünk néhány cölöpöt, és abból már van egy kerítésünk, hogy fölírjuk rá, hogy Alexander cirkusz, és berakunk mögé egy cirkuszi kocsit, meg egy fehér lovat, tehát ennél olcsóbb díszletet igazából nem lehet kitalálni, és már van egy milliónk, ugye már van megint egy emberünk, már van valaki egy környezettel. Tehát ez egy rögtönzés volt, ami viszont lehetőséget adott arra, hogy egy kicsit ironizáljon is saját magán a Sándor Pál, és ezzel az Alexander cirkusszal tulajdonképpen a filmkészítési módszerét idézze föl. Úgyhogy itt így kötődnek össze a dolgok. Egyébként Sándor Pál egy picit saját magára is, saját magát is idézi, mert a bohóc, mint motívum, az őnál a korábbi filmekben is megjelent, és majd későbbi filmekben is megjelenik. A legelső, amit én ismerek, most nem jut eszembe a filmnek a címe, egy rövid film volt, amiben artisták szerepelnek. Azt hiszem, hogy ez egy főiskolás film, mert egy csupa főiskolás játszik benne egyébként. Aztán a Bohóc a falon című film, ami ugye az első nagy film volt Sándor Pálnak, ott ez egy vezető motívum. A Szeressétek Ódor Emiliát című filmben úgy szintén megjelennek falra rajzolt bohócok. Itt ebben a filmben is, ugye ez a szomorú bohóc, aki Miatovtól elbúcsúzik, amikor az edzésre indul. Aztán később a Ripacsok című filmben, megint csak Garas Dezső és Kern András főszereplésével, és még később a Miss Arizonában is vannak bohócok. Tehát ez meg egy olyan motivum, ami a Sándor Pálnak a munkásságán vonul végig. Én ennyit szerettem volna elmondani a filmről. Hát nagyon szépen köszönjük, ez az ennyi, ez igen sok volt, és a filmnek olyan rejtett rétegei is előkerültek, ami egyrészt mutatja azt, hogy maga a film készítése is egy nagyon sok műveltség elemet feldolgozó folyamat lehetett. Másrészt, hát ha nem veszed rossz néven, azt is mutatja, hogy te is nagyon alaposan ismered ennek a korszaknak nem csak a diplomácia történetét, hanem a mindennapok történetét, amely mindennapokban, ahogy a bevezetőben is említettük, a mozi és a sport, és elsősorban is a futball is hozzátartozott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmüket, hogy végighallgatták ezt a beszélgetést, és neked, Miklós, pedig hálásan köszönöm, hogy ilyen rövid időn belül másodszor is a Történelmi Filmklubunknak a vendége, sőt főszereplője voltál. Remélem a jövőben is számíthatunk majd rád, akár film, akár sport, akár politika vagy diplomácia történet lenne a szó. Mindig örülünk, hogy hoztad velünk és a nézőkkel a gondolataidat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is a meghívást. Remélem a következőkben is számíthatunk a kedves nézőkre. Reméljük, hogy a koronavírus járvány valóban olyan mértékben visszaszorulóban van, hogy mostantól már helyben nézők előtt tudunk programokat szervezni. Ezekre nagy tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit. A viszontlátásra!